Júliusban indult a valaha látott legnagyobb illegális hulladék felszámolási projekt az országban. A Tisztítsuk meg az országot 12 helyszínen zajlott kísérleti időszaka nemrég lezárult, most pedig már élesben megy a program, amelyre 13 milliárd forintot fordít a kormány. Két pályázati konstrukció van: az önkormányzatokat, civil gazdálkodó szervezeteket és egyházi jogi személyeket is bevonnák. Az illegálisan lerakott hulladék felderítésébe, összegyűjtésébe, elszállításába, majd a terület őrzésébe, hogy a szemét ne termelődjön újra. A rendkívüli helyzetek kezelésére is kiírtak egy pályázatot. Ha például kirívó a hulladék mennyisége, összetétele vagy sajátos az elhelyezkedése, ennek keretében bárki igényelhet forrást. Valamennyi pályázati konstrukciónk egy egyszerű, visszanemtérítendő támogatás, és hát eredménycentrikus ez a projektünk is. Az önkormányzatok esetében a 100%-os előleget biztosítunk, viszont az összes többi konstrukció esetében előleget fizetünk, és a feladat elvégzése után fizetjük ki a teljes konstrukciót. November első heteiben nyílik meg élesen a pályázati felhívás. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium mellett a Belügyminisztériumnál is megjelentek konstrukciók. Ezekre november 4-ig lehet pályázni. Ezt követően az igényeket az államkincstár vizsgálja felül, a döntés pedig december elején születik meg a támogatás megítéléséről. Ennek során több szempontot vesznek figyelembe. A pályázatoknál azt figyeljük, hogy végrehajtható-e, reális-e a költségvetése. Előnyt jelent a pályázatnál, illetve fontosnak tartjuk, hogyha talál megoldást a pályázó arra, hogy a felszámolt illegális hulladék lerakó, vagy a felszámolás helyszínei, azok a későbbiek során védhetőek, ellenőrizhetőek, és nem termelődik újra ugyanúgy a szemét, és hát vizsgáljuk azt, hogy mennyire kidolgozott maga a pályázat. Fontos tudni, hogy egy ugyanazon földrajzi területre nem lehet ITMS és BMS pályázatot is benyújtani. Különböző tevékenységekre ugyanakkor lehet egyszeri visszanemtérítendő forrást kérni. Szeretnék támogatni az ingatlan védelmi rendszerek bevezetését is, amelyel például manuális sorompókat lehetne létesíteni és kamerarendszereket kiépíteni. A pilot időszakban egyébként azt figyelték meg, hogy az országos közutak és vasútvonalak mentén, valamint önkormányzati területeken a legintenzívebb az illegális hulladéklerakás. Az érintett helyek feltérképezését szolgáló Hulladékradar nevű applikációt egyébként egyre többen használják. Az október 26-án jelentés szerint a bejelentések száma már az 5000-et közelíti, a legtöbb épp Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezett. Az alkalmazást már több mint 9000-en használják.